28 éves koromban egy barátom meghívott egy sétarepülésre egy nagyon rossz kis Cessnával, és hát engem úgy különösebben nem érdekelt, még azt is lehet mondani, hogy talán féltem tőle. Fölszálltunk Budaörsön, 5 méteren úgy berángattam az ajtót, kinyílt, szóval egy ilyen érdekes sztori volt, majd 50 méteren így kezembe nyomta a botot, hogy na itt van, akkor csináld. És nekem ez annyira megtetszett, hogy ahogy leszálltunk, rögtön kérdeztem, hogy hogy lehet ezt megtanulni, mondta, hogy kell keresni egy oktatót, és mondom, hol van ilyen oktató, azt mondja, ott jön egy, hát mondom, akkor légy szíves, beszéljünk vele, és akkor aznap repültem még másfél órát, nem egész egy hónapra rá meg volt az első repülőgép, és másfél-két hónapra meg volt a szakszom, és azonnal elkezdtem műrepülni. Különböztetünk versenyszerű repülés, show repülést. Általában versenyszerű repülésnél ilyen plusz 10, plusz 12, mínusz 7, 8G terhelődik az emberi szervezetre, amihez hozzá lehet szokni. Tehát nagyon sok edzés kell hozzá, fizikális edzés, én mellette jégkorongozom, kájtozom, biciklizem, tehát nagyon sok fizikális gyakorlatot is végzek. Akkor a reptéren egy nap általában 2-3 felszállás, ez ilyen 2-3-szor 10-15 perc maximum, mert az ember már agyilag nem tud jobban koncentrálni azokra a pici nüansznyikra, amiket szeretne kijavítani. És hát utána este Lénárt Ágival mentál tréning, autonómia tréning, ahol agyba folytatjuk a repülést, és nagyon fárasztó, és rengeteg energiát kivesz az emberből. Kétféle erőhatást különböztetünk meg, pozitív és negatív terhelést. Ez ugye attól függ, hogyha az emberre befelé nyomódik, tehát rányomódik, azt hívják pozitívnak. Ahány G az azt jelenti, hogy a testének annyi szerese. Tehát, hogyha mondjuk én adott esetben vagyok 80 kiló, és mondjuk egy 10G-s felvétellel, tehát 10G-vel terhelem meg a gépet, az olyan, mintha 800 kilóval nyomnának bele az ülésbe. Hogyha ugyanezt negatívba csináljuk, és mondjuk csak a példakedvéért szintén 10G-t veszünk, mert negatívba azért 10G-ket nem nagyon szokott elérni az ember, az azt jelenti, hogy 800 kilóval akar kiszakadni a gépből, tehát a hevederek úgy tartják, hogy ott gyakorlatilag egy ilyen kiszakító erő van, tehát amikor el akarná hagyni a gépet, ez a negatív terhelés. Amikor fejjel lefelé van, akkor is negatív terhelés, mert az ember ki akar esni a gépből. Lassabb, mint a repülőt. Nem baj az.